112. Ez az egységes segélyhívószám Európa valamennyi országában elérhető, de a magyar lakosságnak még csak a 30%-a ismeri. Az egységes segélyhívó rendszert megvalósító szervezet Hétköznapi Hősök címmel hirdetett rajzpályázatot gyerekeknek. A legjobb heves megyei alkotásokból szerdán, a 112-es segélyhívó európai napján kiállítás nyílt az EGRI rendőrkapitányság aulájában. Nagyon sok pályamű érkezett egyébként az országos szinten is a szervezethez. A heves megye vonatkozásában tudok mondani, hogy közel 100 pályamű érkezett be. Azokból a pályaművekből készítettünk most itt ezt a kiállítást, annak az apropójából is, hogy pont február 11-e a nemzetközi ESR 112 segélyhívónak. Meg tudjátok mondani, melyik az a telefonszám, hogy hívni kell, hogyha segítségre van szükségetek? 112, nagyon ügyesek vagyok. A kiállítást elsőként egy óvodás csoport látogatta meg. Az óvónők azt mondják, fontos része a nevelésnek a helyes közlekedés, a segélyhívás módjának ismerete. Hogyha valami baj történik, baleset, tűzés, egyéb probléma, akkor kiket hívhatunk segítségül. És ezt már gyerekkorban szeretnénk, hogyha a gyerekek tudnák, és tudják, hogy kit kell hívni, majd ha később fölnőnek az életük során is. És nagyon szeretik lerajzolni ezeket a témákat, mert nagyon szeretik a tűzoltó autót, a rendőrautót, meg a mentőautót. Magyarországon magas az úgynevezett fals segélyhívások aránya, amik nem igényelnek tényleges beavatkozást. Ezért a rajzpályázat célja az is volt, hogy a gyerekek megtanulják, csak valódi baj esetén szabad hívni a 112-t. A kiállítás egy hétig látható az EGRI rendőrkapitányság aulájában.